Szervusz, üdvözöllek a Gazdagodás Akadémia és az Eredményes Online Hálózatépítés csatornán. Ha még esetleg idáig nem tudnád, akkor Debreceni Zoltán vagyok, a digitális nyugdíjas. Hogy miért csinálom ezt a videót? Hát a videónak a témája az, hogy egy fogas kérdés. Ugyanis azt a visszajelzést kaptam több esetben is, hogyha én arról beszélek, hogy hogyan lehet olyan életstílust elérni, amiről én itt beszélek, tehát a 4 számjegyű jövedelem hetente dollárban, akkor ez hogy a bánatban van, hogy közben pedig hát be kell vallani, igen, hogy fogatlanul csináltam ezeket a videókat. Nos, azt először is el szeretném mondani, hogy egy igen komoly anyagi gödörből kellett kijönni, hiszen svájci frank alapú hitelünk volt, és hát most már nyugodtan kijelenthetem, hogy teljesen hitelmentesek vagyunk. Egyrészt, másrészt pedig, hát ahogy mondani szokták, belemélyeztettem a fogaimat a problémába. Ez volt az egyik gond, a másik meg, hogy túl sokáig rágódtam ezen a kérdésen. És ennek következtében, hát a testem úgy döntött, hogy akkor engedjük el azokat a visszatartó erőket, amelyek nem engedik meg, hogy a jövőbeli céljaim felé induljak el, így hát elengedte a testem a fogaimat. Abszolút teljesen egészséges fogakról volt szó, mégis a testem leválasztotta őket. Hát ez egy ilyen állkapocs sorvadással is járt ez a dolog, és hát bizony eléggé komoly összeg, sőt mondhatnám így, hogy még egy távolról is jól látható, igen komoly összeg maradt ott a fogorvosnál, és hát mai nappal végre úgy néz ki, hogy le fog záródni ez a folyamat, hiszen amint látod, most már nem úgy beszélek hozzád, mint egy fogatlan oroszlán. És ez meg is adta nekem azt a fajta magabiztosságot, hogy tényleg most már egyre többször fogok megjelenni így, ilyen formában, tehát ilyen videók formájában. Egyre többször fogom elmondani a gondolataimat, egyre többször fogom megmutatni azt, amit eddig is szerettem volna, csak nem mertem, főleg azért azokért a kritikus megjegyzésekért, vagy azok miatt, amelyeket idáig kaptam. És most, hogy végre rendeződtek ezek az úgynevezett esztétikai kérdések is, én azt gondolom, hogy most már semmilyen akadálya nincsen annak, hogy egy erős lendületet véve, vagy egy, hát most már úgyis lendületben vagyok, nem is tudom, hogy fogalmazzak, de egy még nagyobb lendületet véve vágjak bele és kezdjek neki a videók gyártásának, és beszéljek nektek arról, hogy miért érdemes folyamatosan a szemetek előtt tartani a céljaitokat.